A választás nem lefutotta, a részvétel fogja eldönteni ezt a voksolást, erről Orbán Viktor beszélt, a, beszélt az Origon megjelent interjúban. A miniszterelnök kiemelte, minden kérdésre nyugodtan választ kell adnunk, nem szabad félváról venni ezeket, és miután igazunk van, be is kell ezt mutatni. A vasárnapi választásokról a kormányfő azt mondta, optimista, de nagyon meg kell nyomni a hátralévő napokat. Már csak három nap maradt az országgyűlési választásokig. A választás tétje most béke vagy háború? Erről Orbán Viktor beszélt az Orikónak adott interjújában. A miniszterelnök hangsúlyozta: A választás nem lefutott, a részvétel fogja eldönteni. Emlékeztetett, amikor a kampány megkezdődött, azzal kellett szembenézni, hogy visszajön-e a bukott múlt, vagy mehetünk tovább. Tétnek ez sem volt kevés, főleg ha emlékszünk arra, hol voltunk 2010 előtt. De a szomszédunkban kitört háború mindent átrajzolt. Ma már a választás tétje Magyarország békéje és biztonsága, jelentette ki a kormányfő. A múlt heti NATO és EU csúcs kapcsán azt mondtak, két álláspont versenyzik egymással. Az országok egy része nagyobb részvételt akar az orosz-ukrán háborúban. A magyar álláspont az, hogy ebbe a konfliktusba a NATO-nak nem kell fegyvereket és katonákat küldenie. Jelenleg ez a többségi vélemény tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, a magyar baloldal, bár nincsen kormányon, része a nemzetközi politikának. Ők állást foglaltak és nemzetközi partnereikkel már meg is állapodtak. Ha a magyar baloldal nyerne a vasárnapi választáson, akkor azonnal megkezdődnének a fegyverszállítások Ukrajnába. Hangsúlyozta, a magyarországi baloldala békére nézve súlyos kockázatot jelent, míg a Fidesz biztonságot. A gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatban a kormányfő azt mondta, a rókát ne engedjük be a tyúkolba. Meg kell húzni a védelmi vonalakat, és nem szabad, hogy ezen bárki átlépjen. Kizárólag a szülők felelőssége az, hogy mikor, milyen kérdéssel akarják szembesíteni, hogyan akarják egy boldog életre nevelni a gyereküket. Erről szól a népszavazás, ami biztos fogódzót ad szilárd talajt. Már amennyiben sokan szavazunk, négy határozott nemmel, jegyezte meg Orbán Viktor. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy már a nyugati békeintézmények is harci intézmények kiváltak, s a választási megfigyelés sem a megfigyelésről, hanem a vádaskodásról szól. Nekünk minden kérdésre nyugodtan választ kell adnunk. Nem szabad félváról venni ezeket, és miután igazunk van, be is kell ezt mutatni, hangsúlyozta a kormányfő. A vasárnapi választással kapcsolatban pedig azt mondta, Optimista, de nagyon meg kell nyomni a hátralévő napokat. A választás nem lefutott, a részvétel fogja eldönteni ezt a voksolást, itt még bármi megtörténhet, emelte ki Orbán Viktor.